Sziasztok! Miután egy hónapja létrehoztam egy olyan videót, amiben arról beszéltem, hogy hogyan lehet egy blogot létrehozni, hogy mi hogyan csináljuk, illetve az egész blogolás témáról. Ezután nagyon sokan írtátok, hogy kéne egy ilyen a videózással kapcsolatban is, és úgy döntöttem, hogy akkor ezt el is készítem, mivel már elég régen ültem így a kamera előtt, és nagyon nem volt kedvem most így bármi kreatívat csinálni, úgyhogy úgy gondoltam, hogy legyen ez egy beszélgetősebb videó, vagy hát nem magamról beszélnék, hanem valamilyen témáról, és akkor hirtelen beugrott, hogy még van ez a téma, hogy maga a videózás és a vágóprogramoknak a használata, stb. Úgyhogy remélem, ez titeket is érdekelni fog, mert most tök szívesen beszélek erről az egészről, és csak itt ülök egy helyben és egy kicsit pihizek, úgyhogy vágjunk is bele! Először is ebben a videóban nagyon sokszor fog szerintem az elhangzani, hogy majd belinkelem a videó alá, mivel most kezdhetném azzal, hogy miért kezdtünk el videózni, és hogy miért pont ketten kezdtünk el, meg hogy hogyan hoztunk létre YouTube csatornát, stb. De ezekről már mind beszéltünk egyszer Pannival, és ezért nem akarom magam ismételni, úgyhogy ha megtalálom azt a videót, amiben erről beszéltünk, azt majd belinkelem alulra. És ugyanígy van például a Movie Maker, egy olyan vágóprogram, amivel nagyon-nagyon egyszerűen lehet videókat vágni, és ennek a használatáról pedig már blogbejegyzést írtam, ezért azt sem mutatnám meg nektek, hanem belinkelem a videó alá. Szóval lesz pár ilyen linkelgetős dolog, de ami kimaradt, vagy ami még nem világos, azt most elmondom. Tehát ugyanúgy, mint a blognál, hogyha létre akarsz hozni egy csatornát, akkor először ugye ki kell találnod a témáját. Na most, ez majdnem ugyanaz lehet, mint igazából a blognál. Szerintem egy blogon belül több témát lehet megcsinálni, mert írni több dologról lehet, viszont videót csinálni tényleg csak egy olyanról lehet, ami nagyon-nagyon érdekes és látványos, mert vannak dolgok szerintem, tehát például állatokról írhatsz egy blogon, mert hogy téged ez érdekel, hogy a kutyáknak az élete, vagy nem tudom, viszont videót hogyan csinálsz? Egy kutyát levideózva és alámondod, ez azért annyira nem néz ki, és szerintem nem is nagyon nézegetnék az emberek, úgyhogy éppen ezért olyan témát javasolnék, amit tényleg egy videón keresztül tudtok csak átadni. Két fő dologra van szükséged, egy kamerára és egy laptopra, ugye a kamerával felveszed magát a videót, a laptoppal pedig megvágod, illetve majd feltöltöd az adott megosztóra. Na most ez a kamera, amivel én most veszem magamat, az egy Canon EOS 700D kamera. Nagyon sokan szokták kérdezni, hogy ez milyen kamera. Igazából ez nem a sajátom, hanem apukámé, és elég drága a kamera, illetve elég jó minősége van, ugyanis HD-ben tudja venni mindazt, amit csinálunk. És én szerintem, aki elkezd videózni, annak nem muszáj a legnagyobb minőséggel videózni. Az elején nekünk sem volt ilyen speciális kameránk, hanem ez csak egy idő után jött. A laptop tudom, hogy már egy nehézkesebb dolog, de az a baj, hogy ugye mással nem tudsz vágni egy videót, úgyhogy pont ezért erre szükség van. Igazából másfél évig mi a Movie Maker-rel vágtunk, ami egy nagyon-nagyon egyszerű, de mégis nagyszerű program, és van egy ilyen kis laptopom, és igazából arra volt rátöltve, úgyhogy azzal így mindig el voltam, és mindig vágosgattam. És aztán pár hónapja áttértünk a Vegas Pro 12.0 nevű vágóprogramra, és azt hiszem, hogy egy fizetős program. Ezt nem tudom biztosra mondani, mert nem én kértem meg apukámat, hogy töltse le, vagy valami, hanem már neki rajta volt a gépén. És pont ezért most már csak az ő gépén tudok videókat vágni, mert az én kicsi gépemre ez a program nem férne rá. Ez egy olyan program, ami már tényleg így az egekig szárnyal a tudása. Igazából én ugyanúgy azt használom rajta, és ugyanazt csinálom vele, mint a Movie Makerrel, csak sokkal profibb, és magát a vágásokat, a zenét, mindent érzek rajta, hogy gyorsabban is megy, és hogy tényleg profiban csinálja, illetve HD minőségben tudja lementeni magát a videót. Tehát szerintem vágóprogramokon belül is vannak ugye profibbak, és ezt is érdemes egy idő után fejleszteni, illetve ugye fejlődni tovább. A videózáshoz amúgy ez a vicces, hogy ilyen nagy profi videósok nagyon sok kelléket használnak. Mi nekünk az egyetlen kellékünk az az állvány. Igazából ez sem volt nekünk a legelején, de én azt mondom, hogy ha valaki nekiáll videózni, akkor egy állványt szerezzen be minél hamarabb, mert eszméletlen idegesítő volt, amikor én vennék fel bármit, mondjuk egy sütős videót, és akkor valaki tartja, de az beleremeg, vagy ha meg nincs ott senki, akkor azt hogy. Tehát egy állvány nélkül én most már nem is tudnám elképzelni ezt a videózást. Ha magának az állványnak is, és a videónak is leírom majd a leírásból, hogy milyen a márkája, hogyha valakit érdekel. De amúgy megpróbáltam egy tükörrel megmutatni, hogy
igazából ez az egész úgy van, ahogy ugye itt van maga ez az állvány, és így néz ki ez a kamera. Ó, milyen aranyos, hogy magát veszi. Tényleg az a baj, hogy kevés, semmi nem látszódik, mivel annyira kevés fény van, de így néz ki maga a kamera, így van magán az állványon, és ennyim van, nincsen más semmi, ami szüvide segítene a videónak a minőségén. Ezen kívül tudom, hogy vannak még ilyen világosító lámpák, amik jobb fényt adnak neki meg minden. Na most én biztos vagyok benne, hogy az nekünk el kéne, mert most nem tudom, ez így mennyire fog látszódni, de például innen jön a fény, mert itt van egy ablak, és ez az oldala pedig sötétebb az arcomnak, de az a vagy, ha meg a fényel szembe vagyok, akkor mögöttem annyira ronda a háttér, minden, a falon mindenféle cucc van, hogy az jobban zavar neki teket szerintem. Úgyhogy ezzel még kicsit szoktunk trükközni Pandival, de na most ilyen lámpán nekünk nincsen, nem is tervezünk nagyon beszerezni, a szabad fényel most még így el vagyunk. Szóval miután megvan a témánk, és megvannak az eszközeink, a következő az az, hogy hogyan is veszünk fel egy videót. Na most én nem vagyok valami profi ebben, mert persze csinálom ezeket a videókat, de én ezt sohasem tanultam, meg senki nem mondta, hogy hogyan kell, hanem mindent, amit csinálok, azt magamtól csinálom, ugyanígy Panni is, és akkor gondoljuk, hogy ez jó, mivel tettük nektek, és sokan feliratkoztak, ezért nyilván elhisszük mi is, hogy ez így jó. Amióta elkezdtünk videózni azóta a filmekből, mindig azt nézem, hogy hány másodpercenként van vágás, és hogyha ti is megfigyelitek, nagyjából 3 másodpercig látod ugyanazt a képet, és aztán egyből vágás van, és jön egy másik. Na most hát én egy filmet biztos, hogy így nem tudnék megvágni. Én éppen elég ez az 5 perces videóknak a létrehozása, de nagyon kell figyelnetek rá, hogy például, ha van egy főzős videó, akkor ne csak lerakjátok a kamerát, és ne csak azt lássuk, hogy itt van a tál, és akkor 10 percig rakosgatjuk bele a dolgokat, mert szerintem az uncsi. Én egy idő után leállítanám és nem nézném tovább, mert lehet, hogy tök jó dolgot csinál, de én 10 percig, hogy egy tálat nézek, az nem jó, szóval nekem nem tetszene, és pont ezért mi is arra törekszünk, hogy ugye több szögből venni, és több egyszer közelebbről, egyszer messzebbről, és mindig változatos legyen, tehát ugyanígy például a lookbooknál is ez fontos, hogy ne csak ott az ember, és akkor a ruha is végigírjuk, hogy mi micsoda, hanem a részleteket is venni. És akkor most egy kicsit elmondanám, hogy nálunk ez hogy van. Ugye mi elkezdjük Pannival a videó felvételét. Általában, hogyha együtt videózunk, akkor felveszünk előre 2-3 videót, mivel hát nem lakunk olyan közel egymáshoz, egyrészt, másrészt már nincs annyi időnk, hogy folyton ugye találkozunk és videókat csináljunk mondjuk hetente. Na most felvenni egy videót, hogyha az mondjuk egy kihívás, akkor 1/4 óra. Hogyha mondjuk egy sütis videó, akkor mondjuk egy olyan 1/2 óra, de nyilván, ha mondjuk egy DIY, akkor lehet, hogy 40 perc, tehát mindig az a, nem is az a felvétel a lényeg, hanem a rákészülés. Az, hogy én kitaláljam az ötletet, az, hogy Pannival akkor nekiállunk még sminkelni a kihívás előtt, mert mégsem úgy ülünk oda, hogy most keltem fel. Aztán ugyanígy a sütinél ki kell találni a receptet, megnézni, hogy van-e hozzávaló, hogyha nincsen, akkor elmenni a boltba. Tehát így minden azért eléggé bonyolult így összeszervezni az egészet, de hogyha végre fel van véve a videó, akkor már csak időt kell rá szakítani, hogy megvágjuk. Én azt mondom, egy vágás mondjuk 1/2 óra, 2 óra megvan. Ugye van egy hetem 2 videó között, és akkor leülök mondjuk minden nap egy 20 percre, akkor az megvan ugye egy 5 nap alatt, úgyhogy annyira nem vészes a dolog. Ezután pedig jön maga a feltöltés. Ugye a blogos videónkban én a gépen mutattam, hogy a blogon mit hol kell megkeresni, mit hol találtok, és mivel nagyon sokan szoktátok kérdezni, hogy hogyan töltünk fel, meg hogy például az a kis ikon képét a videónak mi hogyan állítjuk be, akkor ezt most elmondanám a gépen, úgyhogy akkor menjünk és nézzük meg. Szóval remélem, hogy minden jól látszódik szokás szerint a géppel. Elég gyorsan megpróbálom mondani, hogy ne zavarjon titeket ez a néha bevillanó fény a laptopnak, tehát oldalt, itt fönt kell a feltöltés gombra mennetek a YouTube-on, a saját csatornátokon. Amúgy csatornát nagyon könnyen létre lehet hozni, hogyha már van Gmail fiókotok, akkor ahhoz automatikusan jár egy YouTube fiók is, úgyhogy a regisztrálás nagyon egyszerű. Ki is választjuk a fájlt, amit fel akarunk tölteni. Ez legyen például a lookbookból egy, nem tudom, mondjuk ez. És ezt itt elkezdi szépen feltölteni. Egy mondjuk egy 6-7 perces videónál nagyjából egy olyan 20 percig tölti fel, tehát viszonylag gyorsan feltölti magát a videót,
és itt tudod megadni a címét, hogy mi legyen, tehát például beírom, hogy lookbook, aztán itt tudod a leírásba megadni azt, amit a videó alá mi szoktunk írni, például a zenecímeket, vagy a linkeket a blogunkhoz, az Instagramunkhoz, stb. És alatta pedig a címkéket tudod megadni, ezek azok a címkék, amiket, hogyha beírnak majd emberek a YouTube-on, tehát például, hogy Lina és Panni, akkor ezt a videót majd ki fogja ráadni, mivel ez egy ilyen kereső címke. És ez alapján lehet megtalálni a videót. Itt be tudod oldalt állítani, hogy a videód milyen legyen, hogyha nyilvános, akkor az azt jelenti, hogy a feltöltés után már közzé is lesz téve. Hogyha arra megyünk, hogy nem listázott, akkor az azt jelenti, hogy a videód ott lesz a csatornádon, és hogyha bárki a csatornádra megy, akkor megnézheti a videót, viszont csak úgy nem fogja kidobni sehová, nem fogja felrakni a telefonotokra, hogy Lina és Panni feltöltött egy videót, tehát ez olyan kicsit titkosabb formája, bár szerintem ezt most felesleges nekünk használni. A privát az ugye azt jelenti, hogy ti nem láthatjátok, csak én látom, hogy a csatornámra valami már előre fel van töltve. Az ütemezetnél pedig be tudod állítani, hogy a videódat majd melyik napon és hány órakor töltse fel. Ez azért nagyon hasznos, mert hogyha például elutazol egy táborba, vagy csak simán nem tudsz gép közelbe kerülni, például holnap, de te mindenképpen fel akarsz tölteni egy videót, akkor ezt így meg tudod tenni, hogy előre feltöltöd és beállítod, hogy majd ekkor rakja ki. Amit sokszor szoktatok kérdezni, az az indexkép. Ugye itt három lehetőséged ad meg a videódból. Ez most nálunk azért ugyanaz mindegyik, mert ez a videó, amit most speciál feltöltöttem, ez csak egy tájat vesz fel. Viszont itt három különböző lehetőséget dob ki, amit beállíthatsz, és csak ezek közül választhatsz, abban az esetben, hogyha nincsen a csatornádon nagyjából olyan 5-10 videó, legalábbis mikor nekünk már volt olyan talán 5 videónk, akkor feldobta azt a lehetőséget, hogy egyéni indexképet is beállíthatunk. Aztán itt van ez a bevételszerzési lehetőség nevű részecske. Hogyha regisztrálva vagy a Google AdSense-nek a honlapján, aminek az a lényege, hogy reklámokat rak ki a videódon, akkor hogyha ezt kipipálod, akkor igen, reklámokat fog kirakni a videódon, és ezáltal te bevételt kereshetsz. És ez igazából erre való. A speciális beállításoknál pedig még a videóddal kapcsolatban tudod a megjegyzéseket letiltani, esetleg beállítani azt, hogy mindenhol meg lehessen nézni a videót, vagy hogyha erre megyek, akkor telefonról nem játszanak. És nem tudom, ezen kívül itt ennyi, amit művelni szoktunk. Nem szoktuk a videó szerkesztését később itt változtatgatni, úgyhogy ennyi, és itt, hogyha erre rámegyek, akkor ezt most közzé tenni, de nyilván ezt a semmit nem fogom közzé tenni, úgyhogy remélem, hogy ez érthető volt. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és hogy tudtam vele segíteni. Tényleg, hogyha gondolkodtok rajta, hogy elkezdjetek videózni, akkor én csak ajánlani tudom, mivel miután már 16 000-nél több ember követ minket, ezért én úgy gondolom, hogy ez már számomra például nem csak egy hobbi, hanem egy olyan dolog, ami egy kicsit az életem részévé is vált, és hát remélem, hogy majd másoknak is az életének a részévé fog válni. A videó alá akkor lelinkelem azokat a dolgokat, amiket mondtam, hogy majd fogok. Az Instagram használatáról pedig egy blogbejegyzést írtam nemrég, ezt is megtaláljátok lent, ugyanis tudom, hogy már majdnem mindenki ismeri az Instagramot, és hogy ez mennyire híres dolog, de gondoltam, hogy hát ha valaki mégsem, és akkor annak az majd hasznos lesz. Úgyhogy most már tényleg minden témában készítettünk ilyen oktató videót, ennél többet én sem tudok már átadni sem, úgyhogy a következő videóban majd valami szipi-szupit csinálunk, és akkor újra minden a régi lesz. Köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!